Csókolom. Ígértem egy startup videót, hogy hogyan is kell. Hangos a túloldalon, úgyhogy csökjük be az ablakot. Ez, ami itt van a szemem előtt, ezt úgy hívják, hogy iHads vagy iHads. Ezt az i betű lenyomásával lehet tudjuk tüntetni, ha zavar minket, egyelőre zavar minket. Fények. Jetison panelit hátul, apu battery, ez a night vision, meg zero eyes, meg tailwheel lock, scratchpad, armament panel, tehát fegyverek, tűzoltó, két darab rohadt nagy MFD. Okay. Jó, most, hogy megsökítültem. Oké. Okay. Joy. Ezek a throttle leverek, ez pedig a kollektív. Ilyen szép mindenféle gombok vannak rajta. Majd azt beszélgetünk arról máskor. Standby attitude indikátor, sebességmérő, magasságmérő, rádiópanel, és... egy M16. Amit nem is tudom, hogy kell kibiztosítani. A másik oldalon van a biztosítója. Nem mindegy. Szóval. Nem kell semmi. Tulajdonképpen. Fegyver sincs rajtam. Annyi kell, hogy ez a Master Ignition kapcsoló. Ezt egy darab jobb klikkel a BATT feliratba állítjuk. Meg is jelenik itt a kijelzőn, hogy mi történt. Tailwheel lock, illetve hogy a tailwheel lock az a hátsó kis keréknek a előre irányba állítása. Tehát az, hogy nem mozogjon jobbra-balra. Illetve hogy nincs olajnyomás. Hogyan segítsünk ezen? Ezt a kis lafantyút itt felhajítjuk, és az auxiliary power unit apu gombot megnyomjuk egyszer röviden. Ki is fogja írni, hogy apu start, power on. És kezdjük hallani a szokásos kis vinyogását. Nagyjából ezeket a master warningokat kilőjük, és a hydraulic failure-t azt elfogadjuk. Jó. A engine page az egyik oldalon. Másik oldalon a master load, tehát itt a data cartridge page. Meg lehet nyomni, hogy még nincs kész. Early access. Jó. Anti-collision lights, formation lights, external lights, mindegyiket valamennyire bekapcsolni. A floodlight nem érdekes, még nem működik szerintem, mert legalábbis annyira nem nappal. Viszont a standard instrument és a primary-t azt fel lehet húzni. A szignált is fel kell húzni, mert különben nem látjuk itt a iHeads-nek a borszájtó gombját, amit mindjárt mutatok. Jó. Oké. Nagyjából ennyi. Következő lépés. Itt jobb és bal engine start. Jobb klikkel elindítom. Master warningot kilövöm. Itt ez fölmegy, és nagyjából 20%-nál nyugodtan lehet adni rá off-pull idle-t. Szóval is, hogy működik. És elkezd forogni a rotorlapát. Ez a fék itt
rotorfék ki van kapcsolva default. Nem kell bekapcsolni soha, kivéve hogyha esetleg gyorsabban akarod leállítani a gépet. Jó, nyugodtan mehet a második is egyszerre egyébként. Tehát nincs semmiféle ező. Elvileg meg kéne várni, míg az első fölpörög, de hát nincsenek bekapcsolva nálam a hibák, úgyhogy nem történt sem baj. Az online nyomás, itt látható az első engine-nél már lefelé megy, a másodiknál még fölfele. Meg kell várni, amíg mind a kettő, ezt idle-on hagyjuk, amíg mind a kettő 70 alatt van. Addig kell várni. Addig mondjuk nyugodtan ide mehetünk, és megnyomhatjuk a TSD és util gombokat, és a Doppler radart bekapcsolhatjuk. Ez itt magától, ő már elkezd ez a INS alignmentünk. Ő már elkezdett itt csinálni magától dolgokat, nem érdekes, ez minket annyira nem is érdekel. A standby attitude indikátor jobb klikket megfogva az egeret mozgatva uncage-elni tudjuk. És akkor még van egy olyan dolgunk, hogy bemegyünk a weapon page-be, boresight, eyehead, és itt van az, amikor elő kell vennünk ezt a kis ezért. Itt írja is, hogy eyeheads BS required, tehát hogy az eyeheads-et legyen szíves boresight-olni. Ezt hogy csinálod úgy, hogy a fejedet úgy mozgatod, hogy a kis közepén legyen ennek a zöldnek a sárga közepén, és minden karika egymástól nagyjából egyenlő távolságra legyen. És ha ez megvan, még mielőtt ezt megnyomtad, ezt a gombot kell megnyomni majd. Hogy tudod ezt megnyomni? Van egy Enter gomb, vagy mi ez, egy OK gomb a kollektíven, azt be kell bindelni, és ha megnyomtad, akkor tök jó, mert hogy akkor arra nézem, merre szeretném. Countermeasure panel, mégis elfelejtettem, be lehet kapcsolni, bitet lenyomja magától, lenyomjuk, hogy arm, és automatikusan dobálja majd az ilyen cuccokra ezeket a flert. Jó, mind a kettő 70 alatt van, ezt flightig fel lehet tolni, hogy megvárjuk még be, oké. És hogyan is működik ennek a vezetése. Nagyon erősen balra akar fordulni a ugye, rotor miatt, rettentő erős. Ezért egy bű, hát nem tudom én, ötöd, negyed ellen pedált lehet neki adni bőven. Mind a két pedál fékét először, nem tudom miért, mondjuk valószínűleg remélem, hogy kivőítják ezt a bugot, mert először mindig le kell nyomnom, különben nem hajlandó taxizni. Jó, ugyanúgy taxizik, mint a Mi 24, tehát annyi, hogy megfogom és előre döntöm egy kicsit. És adok neki egy kis kakaót. Ja igen, ha már beindítottam az egészet, akkor az aput le is állíthatnám, ezt mindig elfelejtem. De ez a deal az arra szól, hogy itt meg is jelenik egyébként, hogy vagy itt azt hiszem, nem itt azt hiszem, hogy apuon. Tehát, hogy bekapcsolva itt a te hülye. Jó. Tök jó, hogy tudok taxizni, nem? Kicsit előre nyomom, adok neki egy kicsi kakaót, megy egyenesen. Na most a baj ott kezdődik, hogy a hátsó kerekem az ugye csak előre néz, és kicsit hasonlóan a második világháborús képekhez. Ezt is úgy kell oldalról piszkálni, most kikapcsoltam a télvérlakot, és simán tudok neki annyit mondani, hogy fordulj jobbra. Csak hogy elengedtem a pedált. Most mi van?
az van, hogy ez a rohadék csak akkor hajlandó visszaállni egyenesbe, vagy egyenesbe menni, hogyha ismét bezárom a tailwheel lockot. De azt csak akkor tudom megtenni, hogyha egyenesben áll a tailwheel. Tehát egy kicsit menni kell előre, és utána megnyomni ezt a gombot. Nekem most sajnos nincs fölbindelve sehova, de ha fölbindelitek, akkor jó lesz nektek. Jó. A trim, mielőtt bejönnél ide, hát még előbb próbáljunk meg lebegni egy kicsit. Jó. Tehát egy elég erős bal pedál kell neki. És hát mondjuk így nagyjából. Igen. Nagyjából ennyi bal pedál kell neki. Előre-hátrából meg minimálisan tud faragni. Tehát ilyen nagyon-nagyon pici mozdulatokkal is lehet nagyon-nagyon gyorsan előre-hátra menni vele. Egy érdemes egy jó körbecsőt rakni a... a joysticknak. Cyclic pitch. Én egy ilyen... hát 5-ös dead zone, 16 curvature, mind a kettőnél azt hiszem. Igen. Még ezen lehet, hogy finomítani fogok egy kicsit, de ez nekem úgy nagyjából bevált annyira, hogy egy ilyen pici helyen is tudjam igazából, az egy ilyen pici mozdulatokat is tudjak igazából létre, vagy mi ez igazítani vele. Igen. Jó. Nagyjából ennyi a beindítása. Van még ilyenek, hogy searchlight, meg mit tudom én, de ezt mindenki magának majd bekapcsolhatja. Alapvetően nem egy bonyolult, megnyomott, bekapcsolja, kinyomott, kikapcsolja, kész. Jobbra, balra, előre, hátra, stb. Gombok vannak rajta. Nagyon könnyen fordul, és nagyon-nagyon könnyen veszít a magasságból. Tehát most ezt itt csak úgy elengedem, és azt mondom, hogy igen, adtam rá egy kis kollektívet, amitől ugye nyilván még jobban kell belelépni a bal pedálba, de amúgy meg egy nagyon kis kedves bárány. És egész jól lehet vele lőni is. Ja, igen, szép. Nagyon fontos, van egy, mint a Wiggenben, van egy gomb, amit meg kell nyomni, mielőtt lőni tudsz, és ezt nem írja sehol se. Tehát hiába armolod, és úgy hívják a gombot, hogy Weapons Trigger Guard Open vagy Close. Érted, hogy nekem egy gombra van fölkötve, tehát az Open Close-ra kötöttem föl, ha van két gombod, akkor nyugodtan az Open-re és meg a Close-ra is lehet külön. De a trigger guardot azt ki kell nyitni, mielőtt bármivel lőni akarsz. Tehát ezt mindig ki kell nyitni, és nem látom. Mert nincs animálva. Ott van az a kis szürke. Izé. De nincs animálva, hogy ki van-e nyitva, vagy nem. Úgyhogy ezt meg kell jegyezned.
Én most becsuktam, most kinyitottam. No. Uiiii! Így né. Nem tudom, mikor fogják megevíteni. Na mindegy. Szóval... Úgy. Szóval... nagyjából ennyi. Beindítás. Hát landolni nyilván tudni kéne. Én egyelőre gyakorlom. Jó, nem igaz, landoltam már normálisan is, csak most éppen leszarom. Jó cakát!